Sziasztok, Gyugyák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Azért vannak olyan megnyilvánulások a magyar labdarúgásban, hogy mit lehet itt tenni két nap alatt. Én szerintem nagyon sokat, biztos, hogy kevés ahhoz, mint egy klubban van, de ahhoz viszont azt gondolom, hogy jó és sok, hogy minél összeszokottabb társaság lépjen majd pályára. Az alap védekezési dolgainkat próbáljuk összerakni, illetve támadásból átmenni és támadásvezetéseket vezetni abból. Én azt gondolom, hogy egyre-egyre jobb, nagyon pozitív a játékosok hozzáállása, a gyakorlatoknál nagyon figyelnek és összpontosítanak arra, hogyha hiba van, akkor megállítva ki tudjuk azokat javítani, és elmondva, hogy mit kérünk tőlük. Szerettünk volna minél több játékost meghívni a külföldön játszók közül is. Vannak azok, akik visszajeleztek, és ott lesznek a edzőtáborban. Lesz, aki nem tud eljönni, mert a klubja nem engedte el, hiszen nem UEFA nap, de minden olyan játékost, aki nem volt mostanában válogatott, illetve volt válogatott, azt is meg tudjuk nézni. Megpróbáljuk őket minél előbb beilleszteni abba a rendszerbe, amiben szeretnénk mozogni, és remélem, hogy ott ki fog derülni az, hogy mennyire tudnak azonosulni ezzel az elképzeléseinkkel, illetve hogy tudják fölvenni azokkal a játékosokkal, akik már 6 napot együtt benn voltak, milyen gyorsan tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hiszen azt hiszem egy 5-6 játékos az, aki el tud velünk jönni a török edzőtáborba, de ennek függvénye az, hogy ki fog tudni konkrétan eljönni velünk, ki fog tudni a külföldiek közül eljönni az edzőtáborba, és akkor el fog dőlni, hogy találtunk-e olyan csapatot, akivel kétkapus játékot fogunk tudni játszani. Ha játszunk, akkor lehet, hogy kétszer is megtennénk, hiszen ugyanúgy, mint a finnek játszanak Ománba egy felkészülési mérkőzés, de nem felkészülési mérkőzésnek hívnám, hanem még egyszer nagyon sok olyan játékot fogunk játszani már kint, ahol különböző játékrendszerekbe fogjuk forgatni a csapatot. Annak érdekében, hogy bármi olyan lesz a mérkőzésen, a finn mérkőzésen, hogy akkor rendszer tudjunk váltani, és ne okozzanak nekünk meglepetést.